Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek egy újabb Dead by Daylight videót. Remélem, hogy nem unjátok, én nagyon-nagyon nem unom. Úgyhogy folytassuk is az egészet. Ugye Claudette-et szeretnénk feljebb fejleszteni, bár utálom a csajt. Úgyhogy hát ezen leszünk most, már ugye van 148.931 blood pointsom, amit megint csak úgy döntöttem, hogy gyűjteni fogok, úgyhogy ezt nem fogjuk most elkölteni, hanem most akkor gyűjtögetem egy kicsit. Nem állítottunk be semmit, de nem jó. De milyen itemet? Toolboxból sok van, úgyhogy azt, és valami random, tök mindegy ilyen kiegészítőket. És azt mondom nektek, hogy mindjárt beállítunk egy offeringet is. Piper. Mi ez? Oké, az escape cake-et azt nem fogom. Az a kedvencem, mondom. Úgyhogy ezt most nem fogom. Ez a 75%-os bónusz a objektív kategóriában. Ez jó lehet. Úgyhogy ez lesz. Redizák, és remélhetőleg hamar találunk, vagy illetve hamar bekerülünk a játékba. Ez az Enotic nem igazán akar... Na, redizni, jó van. Egyébként tök jól néz ki a ruhája, meg minden. Tökre tetszik. Én is szeretnék majd lassan valami új ruhát venni a karaktereimnek, csak az a gond, hogy nem tudom, hogy melyik karakteremnek. Tehát nyilvánvalóan meg Thomas a kedvencem, de nagyon szeretem még ezt a ázsiai csajt, na úristen, Feng Min őt is szeretem, meg hát szerintem vannak még karakterek, akiket nagyon fogok szeretni majd az idő során, ahogy egyre többet játszok velük, és egyre több karakterem lesz feljebb fejlesztve, akkor biztos vagyok abban, hogy őket is, nekik is szeretnék valami szép és új ruhát venni, úgyhogy egyelőre még tartogatom. Nem tudom, hogy kinek szeretnék venni új ruhát. Na mindegy, de ez annyira nem is fontos igazából, meg nem is nagyon lényeges. Úgyhogy mindegy. No, gyerünk. Nem tudom, hogy... Tehát nem tudom... Vágjátok az előző részt. Biztos vágjátok, hogyha... Aki ezt a videót nézi, az biztos azt is látta. Az előtti videó, tehát azelőtt is volt egy rész, csak az valahogyan tönkre ment. Én nem is értem, fölvettem, nem volt semmi baja, és aztán meg valahogy a kép így tönkre ment. Miért googolgatsz? Na mindegy. Képzeljétek el, hogy tegnap voltam a barátoméknál, és ugye ő is masszívan játszik, elég sok játékkal ő is, és játszott a Dead by Daylight-tal, és farmolni akart az a gyilkos, szerintem, mi volt az, nem tudom, hát farmolni akart a gyilkos, és a karakterek, illetve kettő karakter oda ment hozzá, és így ezt csinálták, mutatom. És ilyenkor ugye a fejed mozog, és így ilyeneket csináltak. Annyit röhögtem, nagyon sokat röhögtem, és a barátom meg majd csak csinálta a generátorokat, és igazából nem igazán érdekelte. Ne erre gyere. Tehát nem igazán érdekelte. Úgyhogy ő meg simán csak úgy kiszaladt, megmenekült. Úgyhogy tényleg nagyon nagyot röhögtem rajta. De ne erre, gyere! De miért ide jössz? Miért? Miért? Fuss! Ajaj! Az a gond, hogy nagy a körmöm, és még nem szoktam hozzá ahhoz, hogy ilyen nagy a körmöm. Ajaj! Ajajaj! Valahogy meg kéne magamat. Nyilván nem tudom magamat meggyógyítani, mi? Nem. De és ez miért jó, hogy így... Ó, oké, nem arra megyek. Tehát miért jó az, hogy így mindenkit megsebesít, aztán annyi? Nem tudom. Nem gondolom úgy, hogy sikeres lesz ez a kör a számomra.
Igen, nem hiszem. De én ezt akkor is csinálom, engem nem érdekel. Cseszék meg. Bár mondjuk elég közel van. Tuti erre fele jön. És tuti engem fog. Aha, mint mondtam. Mint mondtam. Úristen, hát ez csodálatos volt. Nem baj, megpróbál megmenteni. Megpróbálom. Ó, valaki már leszette. Úristen. Jó, hogy erre még van pálya? Oké. Akkor most tök jó lenne, hogyha megjavítanánk így egymást. Oké. Felhillellek, oké? De eléggé veszítem a... Eléggé veszítem. Eléggé nagyon. Úristen. Oké. Oké, ez az. Híreljetek. Ez az. Híreljük őt először, és aztán engem. Jó? De aztán híreljetek. Híreljetek. Gyerünk. Ez az. Csapatmunka, gyerekek. Csapatmunka. Ilyen a csapatmunka. Most akkor valaki ezt szedje le, mert én biztos nem fogom. Köszi! Ott egy totem. Kéne nekem ez a totem. És ott egy... Ott egy generátor. Ez jó. Ez nagyon jó. Úgyhogy oda majd megyek, és ezt majd megcsinálom. Ha csak nem jön erre fele a gyilkos. Amúgy nem szeretem ezt a gyilkos. Ezt szerintem már az előző részben is mondtam, vagy valamelyik részben mondtam, hogy ezt a gyilkost én nagyon-nagyon nem szeretem. És... Hol van? Ajaj, hát már megint én? Hát persze, hogy én. Hát nem hiszem el egyébként. Esküszöm, nem hiszem el. Miért én? Miért én? Paletdrop. Paletdrop. Úgy-úgy. És én most elmenekülök valahova. Hogy a francba tudja, hogy hol vagyok egyébként? Nem értem. Nem értem. Itt is volt valahol egy... ott van. De figyelj, én ide elbújok. Most egy kicsit. Csak egy picit. Amíg így biztos legyeszek abban, hogy... Nincs itt. Mondjuk, amíg nem látom, hogy valakit éppen gyilkolászik, vagy én nem tudom. Jó. Szerintem valakit gyilkolászik. Vagy követ kergettök mindegy. Úgyhogy én ide jövök. És ezt szépen megcsinálom. Tényleg az azt gondolom egyébként, hogy most csináltam meg a körmeimet, szóval most ilyen szép nagyok. És nem szoktam hozzá. Hogy ilyen nagyok, és így furán nyomom a billentyűket. Ugye rég nem volt már meg hosszú körmöm. Ó, yeah. Én akkor is meg fogom csinálni ezt a generátort. Engem nem érdekel. Valaki már megcsinált egyet. És most tud ide jön hozzám. Ezt már befejezem. De nem igazán hallom egyébként, hogy ide jönne. De akkor is befejezem. Ott van. Kérlek, láttam, hogy hol van. És hogy merre fele megy. Ups, kicsit hangos volt. Itt is van egy. Valahol itt. Ó, oké. Csináljuk. Hol? Oké, elég messze van. Oké, menjél arra felőlem. Mi? Láttad, hogy jön, vagy mi? Ajaj. Ajaj. Nem hiszem, hogy jó helyen vagyok. Jesszusom! Ne! Miért nem tudok gyorsabban futni?
öcsém! Ah! Mi volt ez? Mi volt ez? Ja, én csak így eltűnök itt a susnyásba. Jó? Figyelj! Én itt eltűnök, így. Ledroppolom. Sose voltam jó menekülésben. Én inkább bujkálásban vagyok jó egyébként. Bebújok oda! Húpsz, egy kicsit láttam, hogy bebújtam oda. Nem á. Francba. Túl gyorsan futottam, és látta, hogy bebújtam. Vagy nem látta, hanem ugye jelzett neki, hogy bebújtam. Kötze, most akkor csináljál meg, légy szíves. Kicsit rosszul vagyok, úgyhogy légy szíves, csinálj velem valamit. Ó, csinálj. Kötze. Csináljuk meg. Oké. Okay. Jön. Én ide elbújok. Figyeld. Az. Így bújok. Oké. Még itt van? Nem tudom, hol lehet. Már csak egy van vissza. Ez van kész. Ez csodálatos. Akkor ott a kijárat. Akkor nekem itt kéne maradnom. A közelében, hogy ki tudjam nyitni. Maradjak itt, így. Én most mit csináljak? Hol van még egy... Az működik. Merre fele? Ez a pálya egyébként egész nagy. Most láttam egyen. De miért itt van? Nem tudom, hol vannak. Kossolj! Itt mi van? Itt van bent? Ó, látom egy totemet. A totem az mindig jó, gyerekek. A totem az király. Itt. Oké, elég messze van tőlem, és itt semmi nincs. Úgyhogy... Elmegyünk. Ott van. Várj, ott van messzebb. Picit messzebb, még messzebb. Ó, itt már valaki csinálja. Megcsinálok. Ott. Oké. Ó, ne már. Miért engem? Amúgy? Tehát miért engem? És miért hagy itt? Sose értettem. Gyerünk. Mendelem. Na most mi van?
gyorsan legyünk ezzel kész, aztán húzzunk innen a francba. Nem kell egymás megjavítani. Gyere, te is csináld! Csak hogy ki fogja aztán kinyitni a kaput, na az a nagy kérdés. Ő ott van. Oké. Okay. Én elfutok a francba. És... ott fut. Nem tudom, hogy... én mennyire vagyok... feltűnő. De... ő már fut előttem, úgyhogy ő ki fogja valószínűleg nyitni a kaput. Nem á! Hát te belefutottam! Ez most komcsi? Belefutottam! Hú, de rohadtul belefutottam! És jön utánam! Hello! Hát, lehet, hogy én nem fogok kimenekülni, tehát nagyon kevés esélyt látok arra, hogy én kimeneküljek. De egyébként a csapattársaink ezen nyithatnák a kaput, amíg engem fel akaszt. Ó, te jó ég! Nem fogok megmenekülni, gyerekek. De ez nem lehetséges. Ez teljes mérték. Hú, de beszartam, úristen. Tehát kinyitották a kaput, de én meghaltam. Tehát ez ennyi. Ez ennyi. Ne. Mindenki kijut, értitek? Mindenki, én meg meghalok. Esküszöm. Mutassad, mennyi pontot kaptam. 24.200. Nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Na, keressünk. Beállítok mindent. Tehát ez a toolbox, ez jó. Szeretem egyébként, és legyen most egy boldness 75%-os bónusz. Na, nem tudom, ez nem annyira szokott nekem sikerülni ez a bold dolog, hogy így nem tudom, de mindegy, el kell használni. Itachi Uchiha and Hard and Rugs Tadun. Miért nekem van a legnormálisabb nevem egyébként minden ilyen játékban? Tehát nem tudom, na mindegy. Feather Campbell's Chapel, Crotus Pren Asylum. Oké. Okay. Mindenki egy helyen kezdett, ez így szuper. Mit láttál, gyerek? Van, amit látott. Nem tudom, mit látott, de előbb menekült. Nem baj. Puk! Mit láttok? Aha. Puk! Futás, 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 futás! Ne utánam! Nehogy utánam fussa te is! Ne már! Full komcsi? Na, azt hittem már, hogy utánam. Oké, okay, ott van. Látlak, látlak, cicus. Látlak. Ez a fűrészes ürge, illetve aki nő egyébként. Oké, itt van valahol nagyon közel. Úgyhogy... én... nem tudom, hogy hova bújjak el?
Nem tudom, hogy hova fogja felakasztani. Nem tudom, hogy meg akarom-e menteni egyáltalán. Nem szívesen, mert nem akarom kockáztatni az életem. Várjál csak. Innen jöttem? Nem innen jöttem. Valaki megmenti? Honnan jön a drágám, ha jön egyáltalán? Nem látom, hogy jönne. Nem igazán akarja senki megmenteni ezt az embert, szegényt. Ez micsoda? Hogy hol jön? Elfogyott. Elfogyott. Én ezt már megcsinálom. Oké, tudom, hogy hol van. Miért felém jön? Ez a nagy kérdésem. Most hol van? Biztos, hogy valahogy nagyon felém jött. Oké. Végeztük. Yay! Nem tudom, kit hallok itt. Mi van itt? Ott van a kis köcsög. Tudom, hogy ott vagy, te szemét. Látlak ám. Látlak. Hú, de nagyon látlak. Ups. Futi. Én futok. Láttalak? Nem tudom, hogy miért nem ölsz meg, vagy valami, de láttalak. Most nem jött utánam. Komolyan? Láttam pedig. Miért nem jött utánam? Érdekes. Azt látta, hogy én bebújtam? Ne! Ne már! Inkább a könnyebbet, mi? Hát ezt nem hiszem el. Ezekkel az... szarokkal nagyon nincs szerencsém. Ó, mi a franc? Mi a franc? Ne! Utálom ezt a szar sapkát. Nem áll jól nekem. És te nem visz le? Oké. Ne! Mekkora szemét vagy te! Oszta! Még belém is vág! Nemhogy rám rakja ezt a cuccot, meg felakaszt a kampóra, még belém is vág. Ekkora szemetet! Érdekek. No. Igazából fogalmam sincs, hogy kell leszedni ezt a szart a fejemről. Nekem még igazából nagyon nem... nem sokszor is sikerült. Ó, te jó ég, nem tudom leszedni. Being healed. Köszi, de rajtam van az a sapi. Gyerekek. Rajtam van a sapi. Szedjétek le a sapit! Hol van még egy olyan... ó, ott egy... ilyen... totem. Jó, tudjátok, mit leszarom a totemet? Nem érdekel a totem. Csak... hát szedjem már le a fejemet, ott van még egy. Léci! Léci, szedd le!
hiszem el. Nem hiszem el. Most végig fogom járni minden. Minden. Oké. Ne. Úristen, na most elindult a visszaszámlálás, és akkor, hogyha most meghalok, akkor mi van? Akkor nekem annyi. Gyorsan, gyorsan. De ezt még megpróbáltam gyorsan, nem, nem. Gyorsan, gyorsan. Úristen, de beszartam. Úristen, de beszartam, de nekem... De nem már. De nem már. De miért én? Nem is én nyitottam ki. Úristen. Úristen, fuss. Úristen. Úristen. Úristen, nyisd már ki. Nyisd már ki. Nem hiszem el. Egyébként nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Nyitódik a kapu, öcsém. De miért én? Miért mindig én? Melyik? Melyikek vannak nyitva? Hol van még egy kapu? Ó, ez nyitva van. Ó, oké. Ne, ne, ne! De nem már, én azt nem is tudtam, hogy így meghalok. Úgyhogy mindenféleképpen először le kell venni azt a szart. Én nem tudtam. Sose volt ilyen, illetve volt ilyen a fejem, de mindig le tudtam szedni. Ah, hogyha ezt előbb mondtátok volna. Oh, szomorú. Nem tudtam. Na mindegy. Mindegy. Ennek a videónak itt most vége. Remélem, hogy tetszett nektek, és velem tartotok a következőben is. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!